Alexei tolszolj, Márton Ludja. Egy szegény parasznak nem volt kenyere. Elhatározta, hogy kérni fog az uraságtól. Épp Márton napja volt, s hogy ne menjen üres kézzel, megfogta egyetlen libájukat, a feleségével megsüttette, s vitte. Köszönöm, jó ember, mondta az uraság, csak azt nem tudom, hogy osztozzunk meg rajta. Feleségem, két fiam és két leányom van, hogy osszuk el úgy a libát, hogy egyik se sértődjék meg. Én majd elosztom, feleli a paraszt. Fogta kést, levágta a liba fejét, és ezt mondta a földes úrnak. Te vagy a ház feje, ezért tied a fej. Aztán levágta a hátsó felét, s odaadta a feleségnek. Neked itthon kell ülni, vigyázni a házra, ezért tied a püspök falatja. Aztán levágta a liba lábát, s odaadta a fiúknak. Nektek itt a két láb, hogy apátok útján járhassatok. A két lánynak odaadta két szárnyat. Ti hamar kirepültök a házból, itt van a szárny hozzá. Ami marad, megtartom magamnak. S elvette a liba törzsét. Nevetett az úr, s kenyeret és pénzt adott a szegénynek. Meghallotta egy módosabb gazda, hogy az úra szegény parasztot egy libáért megjutalmazta. Megsütött öt libát, s elvitte az úrnak. Így szólt az úr. Köszönöm, de hát feleségem, két fiam és két leányom van. Hatan vagyunk. Hogyan tudjak elosztani öt libát? Elkezdett a módos gazda gondolkodni, de semmit sem tudott kitalálni. Elküldött hát az uraság a szegény emberért, hogy ossza el ő a libákat. Kezébe vette egy libát, odaadta az úrnak és a feleségének, és ezt mondta: A libával hárman vagytok. Egyet odaadott a két fiúnak. Ti is hárman vagytok. Egyet a két lánynak. Ti is hárman vagytok. Magának megtartott két libát. Mi is hárman volnánk a libákkal, egyenlő az osztás. Az úr nevetett, ismét pénzt és kenyeret adott a szegény parasztnak, a gazdagot pedig elkergett.